Sziasztok, ez itt a Párásító Podcast, én pedig Charlie vagyok. Akik ma velem vannak... Ficsor Zoltán, azaz Fifika. És Pifkó Krisztián, vagyis Mujó. Ennem kell nagyon finom... Nem cicáztunk. Valami sütit, mert tegnap hozta asszony, és azt elropogtatom, mert még csak reggelim volt, délután 2-kor. Akkor se cicáztunk. Mit cicáztunk? Ja, nem volt cica, pipa. Ja, jó, oké, ezt majd összerakom ebből a... De mondjatok akkor egy cicát, pipát, aztán jó van. Cica, pipa, oké. Cica, Krisztián. Pipa, cica, pipa. Oké, és azon kívül, hogy elfelejtettük ezt, mi történt a héten? Majd én is mesélek. A sztori eleje úgy kezdik, hogy Android. De még korbácsoljuk kicsit a kedélyeket. Jaj, tudom, mire. Lett egy rendes telefonod végre? Hát, nem a Charlie-nak. Tehát ő még mindig ilyen izé, tudod, idióták telefonjával járkál amit csak a geniusok tudnak izé szervizelni. Pop telefon? Nem tudom, minek hívják azt. Az a szerencsétek, hogy nem vagytok a seggemhez olyan közel, hogy kinyalhassátok. De ki se nyalhatjátok. Én is azt szoktam mindig mondani, hogy lese, az a büntetésetek. De fini volt ez a süti. Majd csak akkor, Charlie, hogyha lesz kis plakett a hátsódon, hogy Designed in Cupertino. Igen, de készült Kínában. Igen. Made in China. Backdoor made in China. Egyébként nagyon, nagyon érdekes hírek vannak, ugye, mert most zajlik mindenféle érdekes tech expo, illetve hát egy zajlik, de tök jó, mikor éjszakás az ember, akkor ugye akkor kezdenek ők élni, mikor itt már mindenki alszik, és akkor nem unatkozom, mert olvasgatom a híreket. Nagyon jó híreket olvastam VR fronton is, ami majd titeket is érdekelhet, de hát azt majd podcasten kívül, mert azt senkit nem érdekelnek itt a tech sztorik. De. Meg még egy, ami majd a végén a sorozatban megemlítésre kerül, annak viszont mindenki fog örülni, én legalábbis rohadtul. Na, de tényleg mi történt veletek a héten? Próbálom ezt. Nagyon el voltál tűnve, Mujó. Én? Aha, semmi. Hát legalább pihent egy kicsit. Igen, de meséljen Fifika, aztán mesélek én. Tartsuk a megszokott sorrendet. Vagy új év, figyelj, új szokások? Elkezdtük az évet. Hát ez azért már, na, valami, nem? Nem tudom, tehát leesett a hó. Ja, jött tűzifa, meg ilyen marhaságok. Ez a tök jó, az a leesett a hó. Tehát tipikus, basz meg, leesett Pesten 3 centi hó, meghalt a város. Szeged is ilyen volt, ne aggódjál. Tehát ott is valami brutálisan megállt a város gyakorlatilag. Egy kurva hókotrót vagy sószórót nem lehetett látni. Ezt akartam mondani. Tehát itt azért igen, tehát elvicceljük a dolgot, de mindig azért benne van, bazd meg, hogy én is, amikor jöttem hazafele, pont a nagy havazás után, és mintha jégen mentem volna, és egyszer bele is szálltam a kereszteződésbe, isteni szerencse, hogy nem jött keresztbe semmi, de tehát nem 100-zal mentem, 30-al gurultam, és egy, tudjátok, ez a kis 8. kerületi kis belvárosi utca, ott. Jó, én nem várom el, hogy ott kotorják, de a körúton se. Tehát amit az autók letapostak. Kotró, képzeljétek, találkoztam egy kotróval az Üllői meg a körút kereszteződésénél, szembe jött, azt tudjátok, én a belső sávba, köztünk a villamosok, és ő a másik oldalon, a külső sávba ment, és szórta a sót. És egy olyan 10 centire le volt húzva az ablakom, és szívom az ecigit, és mikor elkezdenek sörétes puskával lőni, bazd meg, elkezd az ablakomon kopogni, és aztán
piú, belövi bazd meg is a nyakamra, a sókristály az arcomra, aztán koppan a kezemen, mondom, bazd meg, lőnek a kurva. Nincsen fedélzeti kamerát, Charlie, amire lehetett. Hát megbassza az anyját. Hát mondom, azért ez nem gyenge tempóval lövöldözít ki, és képzeld, hogyha tudod, ott parkol az út szélén az autód, az mit kaphat belőle? Hogyha én egy olyan, hát egy jó 8-10 méter volt köztünk, hogyha onnan így ellőtt a rohadék. Úgyhogy benne van az is, hogy igen, azért döglik meg a forgalom, mert semmit, mondják, hogy éjszaka a főútvonalokat nappal, meg majd a mellékutakat, de én ezekből soha nem tapasztalok semmit. Úgyhogy tényleg szar volt közlekedni. Tömegközlekedéssel nem tudok nyilatkozni, hogy mi volt, mi nem volt, de a villamost is megakasztotta, úgy hallottam. Én nem tudom, mert mióta leesett a hó, én minden alkalmat megragadok rá, hogy ne kelljen kimennem itthonról. Likvidér is a Kingát küldöd le. Nem, de a kenyérérő, ő ugrott be hazafelé jövet. Ki sem mozdulsz ilyenkor? Hát én alapvetően egész héten nem mozdulok ki, ha nincsen rá okom, mert hogy... Csak ha elfogy a túlsfürdő. Ezek így. Likvidér megyek, hegedülni megyek, meg hogyha valami rendkívüli dolog van, ami miatt ki kell mozdulnom. Valaki ezek. Vagy az órát fújta, vagy a széket nem emelte föl. King a konyhában, ennyire jó a mikrofon. Aha. Vagy nem tisztel minket. Ha vagy ennyire szor, igen. Nem tisztel minket, és nem emelte föl a széket. Na mindegy. Tehát ez a borzasztó hóhelyzeten kívül valakinek volt még valami élménye? Nekem rengeteg. Szalmát. Hát akkor mondja. Csináltál, Fifika? Fölbáláltad a szalmát? Nem. Körbálás szalma van a birkáknak. És már nem győztem kihúzkodni, tudod így a körbálának a végéből a szalmát, úgyhogy reggel kimentem, érted, mint Hulk Hogan, és így elkezdtem intáztatni ezt a büdös nagy bálát, ezt szépen a talpára fordítottam, fölvágtam rajta végig ezt a sebkötöző tapasztalatod, az a háló van rajta. Nem az a kötöző, már, nem az a bála. Nem éheznek a birkáink, ja. Ennyi volt a hős tettem, meg ma meghozták az újabb két erdei köbméter tölgyfát. Ezt magyarázd már el, hogy mi a különbség az erdei köbméter, meg a... Marha egyszerű, Charlie. A sima köbméter az 1 méter x 1 méter x 1 méter. És az erdei? Az erdei köbméter az 1 méter x 1 méter x 1 méter 70, és azért ennyi, mert a hosszába így fölvágod a fát, 1 méter 70 hosszúra vágják a favágók, és ebből raktad két fát letűzni, illetve négy fát letűznek 1 méter szélességben, és úgy rakják a rönköket, hogy 1 méter 70 x 1 méter x 1 méter, és az egy tömör köbméternek felel meg. Mert kerek a fa. Mert ugye kerek a fa, meg van közte térköz, meg nem tudom én mi. Ezt, majd, egy... ezt akkor magyaráz majd el azoknak a reviewereknek, akik a 3x2 milli üvegszálat 2x3-mal fölcserélik, és szerintük az ugyanaz. És nem viccelek. Nem viccelek, hogy mostanában volt ilyen, már megint neveket nem mondok. Erről csak én is hallottam. Be, mert az ugyanannyi. Nekem az erdélyi tüdőlátó jutott az eszembe, de mondjad, Krisztián. Ja, hogy összetalálkoztam nagyon-nagyon régen egy ilyen könyvecskével, aminek az volt a címe, hogy faköböző kézikönyve. Nekem van még mindig, van, igen. Van faköböző kézikönyve. Van, bizony. Bizony. Last minute karácsonyi ajándékvásárlásban voltam, és körbe rohangáltam. Ez és a 24-ed él előtt? Hát körülbelül igen. És a lényeg csak a szándék volt, tehát nem is az, hogy mi lesz, és akkor beugrottam egy antikváriumba, mert nagyjából már csak az volt nyitva a környéke, és elkezdtem fölvásárolni az izgalmasnak ígérkező dolgokat. Viktor barátom akkor karácsonyra így lett egy faköböző kézikönyv boldog tulajdonosa. Egyébként hihetetlen jó, azt tudod, hogy ott az van, hogy a rönknek a kisebb átmérőjét kell megmérni,
és az a köböző gyakorlatilag megmondja, hogy a, mit tudom én, a 27-es átmérőjű tölgyfarőnk, mert ugye az sem mindegy, hogy milyen fáról beszélünk, tölgyfarőnk, az 170 hozba, az hány köbméter, és akkor a köbözők azok úgy csinálják, hogy ráírják az átmérőt, meg a köbmétert, hogy 0,18. Érted? Aha. És amikor felszámolják az erdőt, tehát hogy mennyi fa van, akkor ezeket olvassák le a végén, azt adják össze. Én ezt nem tudtam, basszátok meg, hogy ennek szakirodalma is van. Ne vicceljél már. De és a harmadik oldal után miről lehet beszélni? Milyen harmadik oldal, basszak, Charlie? Ez egy táblázat, érted? Egy ilyen, milyen vastag, egy, mint a kis ujjam? Nem hát tudom, akkor ez olyan, mekkora... mint a négyegyű függvénytáblázat. Ez egy A5-ös füzet volt az enyém, és hát a kis ujjamnál egy picit vékonyabb volt, és gyakorlatilag az összes fa típus, én azt hiszem abból éppen nyárfa köbözést végeztem. Figyelj már, hallod? Csukd be a szemed. Mindketten csukjátok be a szemeteket. Képzeljétek el, mikor odaadja Mújó a barátjának, hogy hívják? Viktor. Viktor, innen is üdvözlünk. Odaadja Viktornak az ajándékot, kibontja, és azt az arcot, hogy ú, de jó! Olyan rég szerettem volna fát köbölni, most már neked, Krisztián, neked köszönhetően egészen pontosan fogom tudni, hogyha köbölni kell, mennyi az annyi. Bent Pesten. Köszönöm, Krisztián. És ez a hú, de jó. Figyelj, én már látom, új sportág van kialakulóba, úgy hívják, hogy gerilla köbözés. Tehát érted, így nézett Pest környékén hol vágtak fát, éjszak odamész, az titokba fölköbözött, bazd meg. Egyébként az ilyen, zseniális ilyen nekünk a barátom esküvője volt, mikor vettünk nekik egy videókamerát, összeálltunk hatan, és hogy ne legyen már olyan egyszerű a dolog, vettünk még mellé 5 doboz, hát szerintem 1 doboz teszkós üveg vizes pohár volt, azt hiszem 6 darab, és az volt valami 450 forint, képzelted a minőséget. És akkor először adtuk az üvegpoharakat, a felesége Andi nyitotta ki, jaj, de jó pohár, jaj de jó. És a harmadiknál már nem volt őszinte a mosolya. És akkor már még olyan, pohár. Mikor az 5. bontja, és a kés már csak így belebassza, tudod, így izomból. Jaj, mondom, azért óvatosan kéne, most jön a 6., tudod, és azt így földhöz bassza, vagy belekúrja a kést, azt abban meg ott van a videókamera, úgyhogy mondtuk, hogy óvatosan bontsa, törékeny. És akkor nyitja, és nem értette, hogy ebben nem pohár van. Hát mondom, kicserélhetjük pohárra, azt szeretnéd. Úgyhogy utána évekig ment a sztori, hogy gyertek, ha buli van, poharat nem kell hozzatok, mert van elég. Ja, de hát akkor én mindenkinek... A harmadik esküvőmre nászajándékba kaptam egy ilyen büdös nagy tévés doboztod, millió papírba becsomagolva valami, nem tudod, hogy mi, csak érzed, hogy kibaszott nehéz. Csomagolod, elérsz a végére, és volt benne bazd meg 1 darab betonkocka, 1 darab tégla, meg 1 darab cserép. És akkor mondták, hogy na bazd meg, megkaptad az első betont, az első téglát, meg az első cserepet az új házadhoz, tőlünk. Ja, ennyi? Hát igen. Ennyi a sztori? Minek az embernek ellenségek, ha... Ilyen barátai vannak. Ilyen nász nagyod van, igen. De mit akarok mondani? Szóval most akkor egy kis háttérinfo a hallgatóknak, hogy neked 3 házasságod volt? Igen. Kemény vagy. Igen, és ha jól emlékszem, ezt 4 év alatt bírtam összehozni. Ő hallod, easy vagy. Ja, és még közben katona is voltam. De miért van valami limit, hogy ilyen 1 éven belül még cserészabatosak? Vagy hogy megy ez? Nem tudom. Távol lévők között kötött szerződésekre vonatkozó jogszabályok értelmében 40 napig visszamondhatod. Ja, hát ez a azért van. Krisztián, belenyúltál a lecsóba, mert a második házasságom és a válásom között, vagy, tehát na, várjál, a második házasságomból született egy lány, aki nem az enyém volt, és a válás és a gyerek születése között nem telt el 300 nap.
Automatikusan a nevemre anyakönyvezték a gyereket. Úgy van ez, hogy a házasságodban született egy lányod, aki nem tőled van. Én elvesztettem én akkor, a fonalat. Na várjál, én akkor katona voltam. Ja, értem. És ott értem. Akkor minden megengedett. Hát akkor... akkor igen. De hát mi már válófélben vagy, nem voltunk már együtt, csak ugye megvártuk a válást, az, hogy leszereljek. Ne a katonaságtól kelljen kijárkálni a bíróságra. Figyelj, Krisztián, és olyan skilleket szedünk össze, hogy beszállt. És mondom, nem, ha akkor volt egy ilyen jogszabály, hogyha nem telik el. Úgyhogy úgy kaptam vissza a személyigazolványomat, hogy bele volt karcolva egy gyerek, aki semmi közöm nem volt. Ha megnyerte, hadd vigye. Ha megnyerte, hadd igen. Nem, volt egy főtörzsőrmesterünk, 7 gyereke volt, abból talán 2 volt az övé, a másik 5 az tehát nem azt mondom, hogy néger volt, de hogy láthatóan nem az ő gyereke volt. Az csak úgy jött. Mindig azt mondta, hogy mindegy az, hogy kikakasa csinálta az én tyúkom tojt. Hát jó van, öcsém. Csak így tovább. Milyen szuper liberális. Nagyon jó fel. Szóval Fifika Hollywood még nem kopogtatott, meg filmesített. Nem, még. Csodálkozok is rajta egyébként. De hát, ha Andy majd megtalál az új Terminátorral, vagy valami. Na belecsapjunk. Én még nem mondtam el, mi történt velem. Ja, azt tényleg. Hittem, hogy a karácsonyi ajándékszorja az volt. Mindig itt faköbözésnél leakadtunk. Igen. Igen. Nekem nagyon zenésen kezdődött az év, mert másodikán ugye elmentem a remek Pussy featuring Rozsó Márk koncertre. Azóta nem tudok aludni. És nagyon klafa volt, és bár hiába hirdettem meg, más gőzlérek nem jöttek el. De nagyon jó volt, és utána meglepetésszerűen pont pár nappal előtte szomorkodtam, hogy mire kiderül, hogy tudnék menni a Lajkó Félix koncertre, addigra már nincsen jegy, és az újévi Lajkó Félix szóló koncertre utolsó utáni pillanatban meglepett a nagyobbik húgom egy koncertjeggyel, úgyhogy mégis elmentem, úgyhogy ilyen koncertélmény hegyekkel indult nekem az év, úgyhogy klafa. És sokat még hegedültem is mellé idén. Meg zenét is szereztél, csak nem nekünk. Az még folyamatban van. Aha. Ezek így. Ezek én már szereztem nekünk. Igen? Be tudod játszani? Hát hangosan nem. Vagy így, hogy dam, 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 dam. Nem. Abból nem eztek. Ja, és van újévi fogadalmam is, képzeljétek el, azt láttam ki, hogy idén megtanulok vezetni. Ne őríts és meg, akkor... Nem tudsz, nincs jogosítványod, nem nincs. Nincs nekem semmi. A feleségemnek abszolút. Sincs. Ez, vannak olyan emberek, akik nem érzik, hogy nekik erre szükségük lenne. Sosem adódott úgy, hogy kellett volna. Én mindig lebeszéltem róla az asszonyt, és így nem is tudom, ilyen 35 évesen egyszer csak rájött, hogy ő most már pedig... De ez nekünk jó, tudod miért jó nekünk? Mert bárhova elmegyünk, most tehát mindig az van, hogy ó, most nem ihatok. Tehát nem vagyok az a nagy iszákos ember, de mit tudom is én, egyszer-egyszer jó lenne, hogyha, mit tudom is én, összefutunk a haverokkal, vagy ha melóhelyen van, tudod, valami buli, akkor az lenne, hogy gyere értem, és akkor tudnék inni egy pohár sört, vagy bármi más, mert én ilyen, tehát abszolút tartom magam a szabályokhoz, és nem egy kortsör után sem ülök be a kocsiba, vagy beülök, csak nem vezetek. És most már Nóri is mondta, hogy idén nekiugrik. Na hát akkor Krisztiánnal együtt fogják teljesíteni a challenge-et. Lehet rettegni. És mi a cél vele, hogy kinyílik a világ, és akkor most már nem csak Pestről fogsz munkákat szerezni, hanem távolabbról is, és mondjuk meetingekre autóval fogsz járni? Persze, miután pont 10 perc sincs, hogy elmondtam, hogy itthonról dolgozom, ezért... Hát de könyörgöm, én is otthonról dolgozom, de meetingelni az ember máshova is elmegy. Jogosítvánnyal merek már távolabbról is itthon dolgozni.
Ah, Istenem, de hülye vagy, kiforgatod a szavaimat, mindegy. Úgy látom, te ilyen izé vagy, ilyen antiszociális melós vagy. Nem, egyáltalán nem. Merő praktikum az egész, hogy ne csak Kinga legyen a családba, aki meg tudja hajtani a Verdát, hogyha bármi szükség van rá. Ennyi. Ennyi az egész összvisz. Érdekelni továbbra sem érdekel a vezetés. Feladatként éled meg, nem fogod élvezni. Szükséges rossz, igen. Aha. Igen, igen. De erről jut eszembe, hogy képzeljétek el, mondtad, hogy nem vagy egy nagyivó, én sem vagyok egy nagyivó, viszont az én feladatom volt a sörszállítása a szilveszteri buliba, és mindent vittem, csak a sört nem, úgyhogy most rendkívül mennyiségű sör ellátmánnyal rendelkezem itthon, úgyhogy ha megbocsájtatok, akkor én viszont kibontanék egy kis Millert. Hát ezt nem hiszem el. De tényleg te vagy az a csávó, de kinézetre is, aki valamivel megbízzak, és csak azt hagyja otthon. Ugye? Ah. És úgy, hogy egyszer vissza kellett jönnöm, mert már elfelejtettem mit, de valamit itthon hagytam, és visszajöttem, elindultam, és úgy maradt itthon a sör. Mm. Na, de rögtön jövök, addig beszélgessetek a faköbözésről. Ja, mert a sörét most csinálja szerinted, vagy? Hát persze, előadta, hogy izé, hogy ú, már mikor tudunk kezdeni. Aztán... Még itt vagyok. Indulj már el a sörödért. Aztán utána tulajdonképpen kvázi itt van, de aztán mégsem, mert elmegy sört pattintani, meg macskát almozni, meg mit tudom is én. De mi elkezdhetjük szerintem nélküle is, mert elkezdhetjük, úgy gondolom. És hiszen van hírünk, mert a szuperbaktérium újra lecsapott. Úristen, újabb áldozatot szedett a szuperbaktérium. Hát, szerintem az értelmes agysejtjeik eszi a cikkíróknak, mert honnan lehet előhúzni, hogy újabb vád, meg e-cigaretta, igen. De most már olyanok jönnek, hogy a... Majd, ha nem lesz hó. Annyira off-topic ez a figura. Na, hogy az elektromos cigaretta gőzének intenzíven kitett DNS károsodik, ez a genetikai instabilitás pedig rák kialakulásához vezethet, állítja a San Diego-i egészségügyi rendszer és a helyi egyetem közös tanulmánya. A ráadásul a nikotinmentes gőz is képes ilyen kárt okozni, ami azt jelzi, hogy az e-cigarettákban levő más anyagok károsítják a sejteket. Ez a tanulmány nem áll... És az első mondat, a tanulmány nem állítja tudományosan, hogy az e-cigaretta komoly veszélyt jelentene, vagy hogy az ártalmatlan pótmegoldás és a valós dohányzás között lenne félúton. Csupán azt mondja, hogy az e-cigaretta nem teljesen jóindulatú, az egészségügyi kockázatai egyelőre ismeretlen nagyságúak. Köszönjük szépen, ezt eddig is tudtuk, fiam, ülj le egyes. De ehhez bazd meg, miért kell egy ilyen kriminalizált körítést odabaszni, érted? Mert ahogy a Romániában nevelkedett youtuber is elmondta, van egy tudományos... Ó, szegény gyerek. Van egy tudományos Isten. Link, van egy tudományos titulus, mert ez tök jó, hogy San Diego-i egészségügyi rendszer és a helyi egyetem közös tanulmánya, és a kettő az már nagyon tudományos, hogy még link is van, meg még egyetem, meg Amerika, és akkor már megvan a cikk 95%-a ezzel, a maradék 5%-ot meg ki lehet tölteni azzal, amit az előbb is mondtam. És generáljunk hozzá egy jó nagy bullshit-et. És azt mondják, hogy nem mondha, csak ilyeneket mondanak, az elején kijelentik a fasságot, majd utána azt mondják, hogy nem állítja tudományosan, aztán jön a következő. Nem mondhatják, hogy az e-cigaretta káros az emberekre, mert csak a sejtenyészeteken végzett kísérletek adatai állnak a rendelkezésükre. És mindig csak ezt mondják, meglepően hogy ezt nem korrekt tudunk, egyébként. Azt nem tudunk. És azt mondják, hogy... Meglepően korrekt. A korábbi, majd mindjárt elmondom, hogy miért. A korábbi kutatások aztán, hogy azt már bebizonyították, hogy az egyik igen veszélyes szuperbaktérium, a meticillin rezisztens Staphylococcus aureus, az, és ezt se hallottam még igazából. Jó napot kívánok! Meticillin rezisztens Staphylococcus vagyok. Igen. Az e-gőz hatására még nehezebben pusztítható el. E-gőz. Milyen az az e-gőz, fiúk? Ha?
Chip van benne, bazd meg, mert elektronikus. Igen. És azt mondja, szopóka, ez a lényeg. Egyébként Kroti Alexander kijelentette, nem lehet kimondani, hogy az e-cigaretta veszélyesebb volna, mint a hagyományos dohányzás, de az sem, hogy biztonságosabb, mert erre nincsenek adatok. És a közegészség szempontjából további kutatások nélkül már nem lehet... Már biztos 18-osok leszünk, de az kikívánkozik. Hülye fasz, hát csak erre van adat. De, bocsánat. De érted a probléma. Mindig az jön ilyenkor velem szembe, hogy ez a további kutatások nélkül nem lehet megítélni a helyzetét. Jó, akkor szállj le a picsába róla, aztán majd, ha kiderül, hogy káros, akkor majd megtesszük a szükséges lépéseket. De most azért bicsaklott meg a hangom, mert sokkal értelmesebb dolgot láttam ezen a weboldalon, mellette egy gyönyörű formás női mell, amit eltakar a csaj a kezével. Na, annak több értelme van, mint ennek a cikknek. De vigyázz vele, nem nekem, tudjuk, nekem erről egyébként... Nekem erről... Igen. Nekem erről mindig a tej jut az eszembe, bazd meg, hogy az, nem is tudom, két évente változtatja a státuszát. Ja, a tej, meg a kalcium, jó, meg a... Jó a felnőttnek, a nem jó a felnőttnek. Jó a felnőttnek, nem jó a felnőttnek. Jó a felnőttnek. Így állt helyet, ne így állt helyet. Így állt helyet, ne így állt helyet. Én mindig azon gondolkozom el, mikor gyerek voltam, és tudod, a 360-as kenyér meg a 2 forintos tojás, nem is ez, hanem hogy akkor volt tojás, az jó van. Most meg van M-től most már XL tojásig, mert ugye méret alapján kell osztályozni, és a legszebbek, hogy szelénes, E-vitaminos, D-vitaminos, meg a faszom tudja, tehát értem én, hogy jó, hogyha valamire ráírjuk, hogy vitaminos, azt jobban veszik, de az nem baj. Olyan alomból, ahol a tyúkoknak non-stop csak lehet, DiCaprio filmeket vetítettek. Pont a tojás, pont a tojással voltak ezek a... Várjátok, így képzeljétek el, hogy a csirkék így ülnek a tojáson, még nem jött ki a tojás, rájuk van baszva a napszemüveg, fölöttük egy kibaszott nagy kvarclámpa, és mindegyik így az arc, így az arcát D-vitamin. Így odafele fordítja, és így csinálja. És közben a D-vitamin az így pezseg már a szervezetükben, már annyi van, hogy már nem fér sehova, és akkor hopp, így beúrik a tojásba, kinyomja a kis kloákáján, azt ott van a D-vitaminos tojás. Annyira. De ezt akartam mondani, hogy pont a tojás az, amiről egyszer az egyik ismerősöm mesélt, hogy öcsém, milyen legyen a tojás sárgája? Kicsit zöldes, akkor olyan tápot kap. Nagyon sárga, akkor milyen tápot kap. Kicsit halvány, akkor olyan tápot kap. Érted? Tehát azt mondja, pirostól a zöldig bármilyen színűt elő lehet állítani. Csak a táp adagolással, hogy milyen tápot adnak neki. Hát milyen? Ez, meg hogy 40 nap, az, vagy 44 nap alatt lesz a napos csibéből baszki másfél kilós vágó állat. Hát ez mi? Ez már nem ez már ilyen húsgyár, meg tojásgyár, meg nem tudom én. Hát köze nincs már semmihez se. Na de hogy visszatérjek ehhez a cikkhez. Na de az e-cigaretta az igen, az kurva szar. A végén ott van keretesben, hogy a Magyar Orvostársaságok Szövetsége, azaz MOTESZ, felhívja a lakosság figyelmét arra, hogy bárki, aki elektronikus cigarettát kíván használni, tájékozódjon az e-folyadékok összetételéről, az összetevők esetleges rövid és hosszú távú egészségkárosító hatásáról, a folyadékban levő nikotin koncentrációjáról és az utántöltő flakonok gyermekek számára biztonságos zárhatóságáról, valamint arról, hogy tesztelték-e az adott összetevők elegyének egészségre gyakorolt hatását a felhevített állapotban való belélegzés útján történő szervezetbe juttatás kapcsán. Ami nem lenne rossz, de egyébként ott van a... De mire? Az utolsó bekezdés, a MOTESZ támogatja az elektronikus cigaretták eladására és használatára vonatkozó szigorú szabályozás kerüljön bevezetésre. Az állásfoglalás teljes szövege kattintva elérhető. Ez is benne lesz majd a show notes-ban. És ott felsorolnak minden fasságot, ami csak van, mondjuk az új tervezetben is. Csak konkrétumokat nem. Nem. Tehát jönnek itt az érvényes egészségügyi szakmai irányelvekkel, meg a megfelelő számú bizonyítékkal a leszokás támogatásába, csak arra nem fordítunk figyelmet, hogy magának az embernek mire van szüksége, és mi
jó neki. Meg arra nem fordítunk figyelmet, hogy mi van a dohányzással. Persze, ez is elfeledkezik arról. Nem így, nem ül az ember, a dohány. A dohány kezd piedesztára kerülni. Várjál, mert nagyon szakadozó. Nagyon szakadozó. Igen. Ilyen robotos hangod lett. Igen. Hát ott, de itt jó. Hát azt elhiszem. Egyrészt a dohány kezd piedesztára helyeződni, mert úgy fikázzák az elektromos cigarettát, ahol érik, és közben a dohányzásról egy rohadt büdös kukkot nem szólnak, mint hogyha az a világ legjobb dolga. Kiváltképpen a cikkek, amik azt sugallják, hogy még rosszabb is lehet az elektromos cigaretta. A másik meg az elfelejtett. Kavinton. Most végre én mondhatom Kavintont. Mire befejeztem a mondatot, már elfelejtettem. Neked még elég a Bilobil is. Ma, most majdnem eszembe jutott pedig. Pedig nem. Szóval, amit mindig mondanak, ez a erdélyi srác is, aki Floridába távolra szakadt, elolvasott egy majdnem tudományos, majdnem cikket, majdnem újdonság egyébként a popcorn tüdő és a diacetil kapcsolata, és nem helyezte kész ugyanúgy voltam kontextusba, ahogy mi megtettük már nagyon sokszor. Jó, igen, beugrott. És azt mondta ugye, hogy a diacetil, hát ez azt tartalmaz. Igen. És körülbelül 750-szer kevesebb diacetilt, mint a cigaretta? Átlagosan. Na. Átlagosan. Legrosszabb esetben is 100-szor kevesebb. Kontextus. Eszembe jutott közben, hogy mit akartam megmondani. Egyrészt, másrészt meg ugye nem győzzük, oké, de ezt végigmondom most már, nem győzzük hangsúlyozni, hogy ebben a popcorn tüdőben iszonyatosan kevés ember szenvedett. Tehát egy olyan betegségről beszélünk, ami kifejezetten nagy dózisú diacetil állandó belégzése munkahelyi ártalma. Poralagban történő belégzése. Nem az letapad a tüdőbe, stb. Nem az e-cigarettás diacetil okozta ezt a beteg, ki se tudja váltani mellesleg. Mondtam. Hát arról nem beszélve, hogy akiknél megbetegedés mutattak ki, ugye a cigarettán keresztül a szervezetbe jutó diacetil egy egész életen történő dohányzás során lényegesen nagyobb mennyiségű, még annál is, mint amit ezek a gyári munkások poralakban belélegeztek, és még így sem a mai napig nincsen összefüggés a popcorn tüdő és a dohányzás között, akkor mégis hogy a tökönbe? Hogy a tökönbe lehet ezzel megbírni? Miről beszélünk? Na, szóval az jutott nekem eszembe, hogy ez a cikk is, egyrészt kettő dolog jutott eszembe. Az egyik, hogy viszonylag korrekt, mert próbálja védeni a saját seggét a médium azzal, hogy hát nincsen tudományos bizonyíték, vagy ez nem tudományos bizonyíték. Általában ezt nem szokták mondani. Ugye úgy általános igazságként szokták továbbadni ezeket a szarságokat. A másik meg, hogy úgy beszél erről a MOTESZ állásfoglalás is, hogyha valaki arra adná a fejét, hogy elektromos cigarettázni kezdjen, az egy dohányos könyörgöm. Tehát nem délután üldögélsz, vakarod a kördökszözt a hasadba, éppen nincs jobb dolgod, és kitalált, hogy basszus, annyira unatkozom, mi lenne, ha elektromos cigarettáznék, évek óta dohányzol. És ehhez képest hasonlítsuk már össze a kettőt. Erről mindig elfeledkeznek. Teljesen. Ami megint, amit Charlie mondott, kontextus. És még két dolog eszembe jutott egyébként ennek a kapcsán, de a másik az egy, legalább az aktuálisban is egy bejegyzés itt. Főjebb hoztam, mert erre válasz ez a sejtkultúra teszt megint elhamisítva, pont erről a tanulmányról egy értekezés, hogy az erről tudósító sajtóorgánumok rendre nem a tanulmányból idéztek, aki írta a cikket, végigolvasgatta az egész kódszerát, és aki egyébként egy tengerbiológus, ha jól emlékszem, vagy óceánbiológus hölgy hirtelen elektromos cigaretta kutatást kezd el folytatni, de nem is ez a lényeg, megteheti, miért ne tehetné meg. Ő, miután elkészült a tanulmány, tett egy sajtónyilatkozatot, amiben elmondta az ő privát véleményét és meglátásait, nem a tudományos tényeket, és ezt a sajtónyilatkozatot hozták le mindenhol, mint egyetemes igazságot, hogy ő ezt mondta, és ezt állítja a tanulmányról, ott a tanulmány rohadtul nem azt állítja. És arról is elfeledkeztek beszámolni, hogy megpróbálták összehasonlítani a dohányzással, mert ez az egész kísérlet eredetileg úgy indult, hogy a dohányzással vessük össze ezt az egész dolgot. És ugye itt 8 héten keresztül
3 naponta koncentrált elektromos cigaretta gőz kivonattal locsolgatták ezeket a sejtenyészeteket a Petri csészében, és 8 hét után tettek megállapítást, hogy mi is történt ezekkel a sejtekkel. Összepróbálták hasonlítani a dohányzással, de arról senki nem beszél, hogy nem tudták, mert 24 óra után az összes sejt megdöglött, amit a koncentrált dohányfüst kivonattal kezeltek. Tehát érted, 24 órán belül megdöglik az összes sejt, vagy 8 héten keresztül locsolgatják, és utána megnézik, hogy mi van vele. Itt azért van egy eléggé brutálisan nagy különbség, de valamiért erről az aspektusról senki nem számolt be, pedig a tanulmány egyértelműen leírja. Tehát ez milyen tudósítás már? Szar. Teljes off-topic komment. Édesapám, jau lesz a birkagyapjó a mikrosodronyba. Olyan hülyék ezek a csoportban. Jó lesz az. Azon gondolkoztam egyébként, srácok, most így filóztam, akarok írni egy cikket a korányos valamire akartam reagálni, de aztán rájöttem, hogy ez 2 poszt lesz belőle. 2 meglátásom volt nekem azzal kapcsolatban, hogy mit csinálnak a Magyarországon az egészségügyi háttérintézményeknek a képviselői, meg úgy nemzetközi szinten az elektromos cigaretta ellenzők, és egy nagyon érdekes felfedezést tettem. Tehát ugye ők ott van irgalmatlan mennyiségű tudományos bizonyíték, amire mondjuk a házi patika is azt mondja, hogy nincs elég, el kéne olvasni, cseszétek meg, el kéne olvasni, és akkor már is nem állítanátok hülyeséget. Hogy ott van rengeteg tudományos bizonyíték, ami mind-mind azt mondja, hogy az elektromos cigaretta egészségügyi kockázata a dohányzáshoz képest eltörpül. És erről nem vesznek tudomást. És az ugrott be nekem, hogy ez az egész olyan, mint egy modern könyvégetés, csak nem égetnek semmit. Hát így. Itt van 100 darab tény, és abból 98-at kidobnak, megsemmisítik, úgy csinálnak, mintha nem is létezne. És meg, hogy a másik, nem, ami nekem bocsánat, beugrott, nem és hogy ezt ideológ... Mondjad? Bocsánat, nem az ugrik be, hogy amikor a cigarettát kell kijelenteni, hogy mennyire káros, azt mondják, hogy káros. Amikor az e-cigarettát, az káros, és nem megint... kontextus. Nem helyezzük kontextusba, hogyha leszokunk a cigarettáról és elektromos cigarettát használunk, milliószor egészségesebb, mint a cigaretta, ehelyett azt mondjuk, hogy nem olyan egészséges, mintha nem dohányozna. Hát persze, hogy nem. Tehát, és nem olyan egészséges a belvárosban élni, meg babát tolni a babakocsival, mint mondjuk lent Dócon a főúton. És nem olyan egészséges a sok elvel kezelt magyar pénztárcák állapotára miért kajákat megvenni az ABC-ből és azzal etetni és felnevelni egy gyereket, mint mondjuk falusi háztáji koszton nevelni egész életébe és kicsapni délután a jó levegőre és nem a számítógép előtt ültetni egész délután, de hát könyörgöm, hát azt tegyük nem hozzá zárójelben, pont amit te mondasz, arra ráfűznék, hogy nézd meg azokat a gyerekeket, akik nem alultápláltak, hanem szegények, és a családnak nincs meg a lehetősége arra, hogy normális kaját vegyen, de hogy néznek ki? Mert persze vannak soványak is, meg vannak a pufók gyerekek, mert mit tudnak enni? Krumplit, meg zsíros kenyeret. Ja. Ennyi. Tehát, egy a lényeg, Magyarországon nincs gyermekéhezés. Meg hogy 47 000 forintból meg lehet élni. Ja, meg nem tudják követni a paleó étrendet, meg nem járatják őket semmilyen sportra, meg stb. Tehát azért 1000 dolog van. Annak idején nekem ez most szúrjon nagyon a szemem, hogy az iskolákban minden ilyen plusz történet fizetős. És amikor én gyerek voltam, akkor meg csak egyszerűen úgy hívták ezeket, hogy szakkör. Igen, szakkör, tudom. Meg és mi oda... volt az a testnevelés, volt, nem tornaóra volt, hanem valami külön torna. Külön torna. És akkor lehetett menni hetente 2-szer, és ott kimozgatták a gyerekből az energiát. Nem is. Én kosárlabdáztam konkrétan, tehát nekem minden... Akkor már föltalálták ezeket a kereket, meg ezeket a gömb alakú dolgokat? Ja. Na igen, de akkor nem is volt még ennyi, hogy mondják, figyelemzavaros, meg mit tudom is én milyen gyerek, mert volt idő levezetni a feszültséget.
Egyébként bocsánat, hogy off-topic vagyok ismét, de eszembe jutott, ahogy olvasgattam a kommenteket, meg mondtad Krisztián, hogy majd írsz valamit. Kérdezte valaki, hogy mi a helyzet az oldaladdal? Hogy elkészült-e már az a weboldal, amiről beszéltél? A tanulmányos? Igen, csak föl kell tölteni, most az zajlik. Meg... Sok a tanulmányos, mindegyikhez ugye rövid hozzáfűzni valót kell. Figyelj, már nem csinálnád esetleg meg úgy, hogy kiraksz egy olyat, hogy soon, és akkor tudod, hogy kicsit kezdjen-e forogni a köztudatban a domén? Nem akarom, mert aztán leindexeli a Google, és 3 hónap lesz neki, mire rájön, hogy megváltozott. Hát könyörgöm is, hogyha a noindexet odavágod. Ja most azt minek? Hát azért, hogy... Napokról beszélünk kb. Hát nálad? Múlt héten is ezt mondtad, azért mondom, mert tudod, a doménbejegyzés is 2 hétig tart. De aztán rájöttem, hogy új év van, és egy kicsit lazítottam. Aha, értelek. Jó, akkor nem is tudom, jön, kinek. Talán valakinek üzenjük, hogy akkor ezek szerint jön Mújó oldala, csak most még lazít, meg söröz. Kicsit lassan. Hát ahogy Mújótól megszoktátok, hát nem szabad elkapkodni semmit. Visszatérve erre, amit mondtál Krisztián, hogy olyan, mintha... Igen, azt még nem fejeztem be. Igen, nekem is ez jutott eszembe, a Fahrenheit 451. Úgyhogy, ja... Amikor a tűzoltók égetik a könyveket, és basszus, tényleg ez történik. Tehát az egészségügy katonái, érted, pusztítják azt az eszközt, amelyik gyakorlatilag kiúszhatná őket fogalmazni. Hát azért azt tegyük hozzá, hogy ott vannak azok az emberek, akik nem is tudom, melyikötök mondta múlt héten, hogy bent volt a valaki a Korányiban, és, igen. És akkor, tehát Korányi orvosa nem tudja, hogy a főnöke... Mi a helyzet az e-cigarettával. Igen, nem tudja, hogy mi a hivatalos álláspont, és szerinte tök jó dolog. Tehát maga a Korányi se tudja, ugye, mert hogy 30 napon belül is elfelejtettek válaszolni arra a közérdekű adatigénylésre, hogy kedvenc dr. Horváth Ildikunk, professzor asszonyunk a saját véleményét kiabálja a világá a médiában, vagy ez a Korányi hivatalos álláspontja. Lehet, hogy nem fér bele a karakterszámba, és most próbálják annyira leszűkíteni, hogy el tudják neked küldeni, de hát ez idő és erőforrás igényes. Válaszoltak neked, Krisztián, csak nem olvastad el. Se. Ez nem igaz, mert velük ellentétben én el szoktam olvasni a dolgokat, sőt, előszeretettel használom a szememet ilyesmire, hogy kapocs legyen a külvilág és az agyam között, és információ áramoljon rajta keresztül. Tehát a Korányi válaszolt, csak nem olvastad el. Nem válaszolt a Korányi. De válaszolt a saját honlapjára kitett téged. Ja, az egy másik poszt lesz. Igen. De hadd fejezem be az előző témát. Okay. Szóval gondolkoztam, és beugrott nekem ez a könyvégetés dolog. És aztán tovább fűztem a fejembe a gondolatot, és még egy olyan vezérfonál ugrott be nekem, hogy igazándiból itt az van, hogy az erőpozíciójából, mert hogy ugye ők az erőpozíciójában vannak, mert mégiscsak ők a tudományosan felkészült előgondolkodó szakértőink, nemes egyszerűséggel ideológiai alapon tisztogatást végeznek a tények között. És ez a két dolog, hogy könyvégetés és ideológiai tisztogatás, ez így megpendített egy nagyon-nagyon szomorú húrt bennem. Úgyhogy ezt rágom az agyamon, és ebből kanyarítok majd valami érdekesebb írást, mert erről nekem a csatogó csizmák és a lendített karok és egyéb dolgok jutottak eszembe. És nem szép. Nem szép, hogy ezek az emberek ideológiai alapon ítélnek másokat, alapvetően tényleg halálra, pusztán azért, mert ők úgy gondolják, hogy nekik nem tetszik ez a valami. Fúj. Menjünk tovább? Menjünk. Mert hogy itt van, akkor a szuperbaktérium és a Motesz állásfoglalás az pipa. A közötte lévő is pipa, mert azt följebb mozgattam, mert az ide tartozott. Uh-huh. És akkor jönne egy kis színes, Lackó Atis, vagy Atika, vagy Cukorborsó, nem tudom, hogy szólítják a kollégái, írta, hogy holnap... Ja nem, ezt akkor írta, hogy holnap, tehát ma már csütörtökön lesz kiértékelve a kutatás eredménye, és remélhetőleg
számolok közben fejbe, fordítom. Pénteken meg is kapják beszkennelve az eredményeket. Hogyha megkapja, akkor egyből küldi majd nekem át, és aztán akár kirakod a gőzlérre, vagy ahova szeretnéd, vagy megspameljük vele a együtt gondolkodókat. Vagy előgondolkodókat, bocsánat. Tehát a Debreceni Egyetem eredményei azért szépen kezdenek szivárogni. Azt kérem azoktól, akik ott voltak, hogy ők is küldjék már el nekünk, legyenek szívesek, aztán mi ezt, vagy én ezt, küldjék nekem, az a legtisztább, küldjék a info@elcigitesztek.hu-ra, és akkor én ezeket majd anonimizálom jól, és akkor Krisztiánnal megosztom, vagy megosztom azokkal, akikkel kell, és akkor szétosztjuk a mindenhová, igen. Széthajtjuk Leki őket, aztán... Leki biztos szívesen rárepül egy ilyenre. Az jutott eszembe, hogy kár ezzel megspammelni az előgondolkodó, egészségünkért aggódó fasiszta disznókat, mert Sturz politika van, Charlie, te is látod, és ez pontosan ugyanolyan tudományos tény lenne, mint a másik 129, amiről nem vesznek tudomást. Tehát ők úgy csinálnak, szerinted hogy náluk ez nem, tehát nálam ez úgy működik, hogyha valaki nekem valamit elküld, vagy azt mondja, hogy a kurva anyád, akkor jó, úgy csinálok, mintha nem hallanám, de azért belülről én fortyogok, vagy nem tudok aludni egy fél éjszakán keresztül, de ők meg tudnak, elvileg. Szóval, hogy... Elképesztő vastag bőr van ott szerintem. Vagy mi az, ami motiválja őket? Ez engem vagy hónapok óta... Vagy olvassam már be a Korányinak azt a ránk vonatkozó kis bekezdését. All right. Olvast fel. Sajnálatos, hogy a vita során olyan sértő, arrogáns és igaztalan hangokat használnak az elektronikus cigaretta használatának liberalizálásában érdekeltek, mely számunkra elfogadhatatlan. A nyilvános riportokban tényeket, szakmai érveket nyilatkozó munkatársainkat, személyüket sértő vádakkal illetnek. Mi ebben nem kívánunk partnerek lenni, ez a stílus távol áll tőlünk. A stílus maga az ember. Az arrogancia a gyenge bizonyítékokkal rendelkezők eszköze. És az arroganciával válaszolás, az így, tehát a két tiltás az így negálja egymást? Ez túl magas labda, Fifika, és pont véletlenül itt van előttem a félig megírt erre válaszoló poszton megnyitva, úgyhogy spoilerként egy bekezdést felolvasnák, ha megengedek. Felolvasnék. Felolvasnám, azt akartam. Ja, mondani, azt, egy kártettem a végére. Igen, felolvasnak. Okay. Felolvasném. Olvashassa, láthassa, nyalhassa. Felolvashatom. Felolvas mém. Hát, mert ezt dédelgetem egy ideje ezt a dolgot, és így írogatom erre a választ, hosszú lesz, de egy bekezdést erre mondanék, így kiragadva az arroganciát, mert nagyon-nagyon szép szó. Végezetül szeretném megköszönni találó megállapítását, amely szerint az arrogancia a gyenge bizonyítékokkal rendelkezők eszköze. Ezzel maradéktanul egyet tudok érteni. Az az arrogancia, ahogyan az egészségügyi háttérintézmények évek óta úgy tesznek, mintha nem is léteznénk, az államtitkárság, a mi szakértőink tudományosabban felkészültek kijelentései, az államtitkár úr nyugodjanak bele tanácsa, az, ahogyan a tárca elutasította, hogy a Népjóléti Bizottság ülésén szót kaphassunk, az, amilyen stílusban közérdekű adatigényléseinkre válaszolnak, vagy épp nem válaszolnak, fittyet hányva törvényben előírt kötelezettségeikre, az érintett intézmények, bocsánat, törvényben előírt kötelezettségükre az érintett intézmények, az az arrogancia, hogy fel sem merül önökben, hogy esetleg nincs igazuk, pláne azok után, hogy minden érvüket cáfolni tudjuk, és az az arrogancia, hogy mindezek után meg sem hallgatnak bennünket, lásd, mintha nem is léteznénk, mind-mind ugyanaz az arrogancia, amely ezek szerint ön szerint is megerősíti, amellyel eddig is tisztában volt bárki, aki hajlandó volt a témában elmélyedni, hogy állításaik megalapozatlanok, az elfogultan szelektált tudományos bizonyítékok eltorzítására alapulnak, és egy nyilvános vitában nem állnák meg a helyüket. Mi vagyunk arrogánsak, komolyan, mi vagyunk arrogánsak, elmennek a... oda. Már hogy a picsába? És ez teljes, persze. Igen, 18-as karika.
ilyeneket dob be, hogy vita és arrogancia. Nem, milyen vita? De ő meg akarja mutatni. Szóval se álltak velünk, tehát nem volt vita. Meg akarja mutatni, hogy ő mennyire felülkerekedett ezen, és tényleg csak a szakmaiság vezérli. Nem, ez. Ezt tudod mi? Tudjátok mi? Ezt már a múltkor pedzegettem nektek. Hogy ezzel kapcsolatban mi van. Ugyanúgy, mint minden más kapcsán, ugye Magyarországra is minden begyűrűzik, ami külföldön történik, csak mindig egy kicsit késleltetve. Pont ugyanez van itt is. Emlékeztek a Twitter hisztin, a Stanton Glantz és az összes többi, a McCann Angliából. Házhoz mentek a pofonért, addig osztogatták a sületlenségeket, teljesen megalapozatlan sületlenségeket a Twitter accountjukon, meg ahol tudták, amíg egy-két embernél el nem pattant a cérna, és meg nem mondták nekik, hogy hova menjenek el, mint az előbb mi. És ezután mi történt? Nekiálltak telejaj veszékelni az egész netet, hogy hát ezek az elektromos cigarettások milyen stílusuk van, hát itt bántanak minket, nézzétek meg, így nem lehet párbeszédet folytatni, mintha valaha is készek lettek volna a párbeszédre. Ugyanez történik itt is. Egy-két helyen, én nem tudom egyébként kire gondolnak, mert például a médiában bármelyikünk nyilatkozott, kultúráltan és visszafogottan nyilatkoztunk ez ügyben. Az, hogy egyébként a saját berkeinkben hogyan nyilatkozunk róluk, az pedig magánügy, úgyhogy a médiában igazándiból semmiféle sértő kijelentés nem hangzott el, ha csak azt nem veszük sértőnek, amikor azt mondjuk, hogy hazudnak, már pedig meg hazudnak, úgyhogy aki kurvának áll, ne csodálkozzon, hogyha megbasszák. De egyébként állunk elébe, tehát bármikor először gondolkozzanak el azon, hogy vagy nézzék vissza a naptárt, hogy az utóbbi két évben hányszor voltunk közös meetingen velük egyeztetni. Utána meg pörgessenek előrefele, és keressenek egy szabad időpontot, hogy mikor tudunk először. És akkor utána ennek lesz jogalapja ilyeneket mondani. Isten, mert utána jönnek a meghasonlott, ezt se tudom hova rakni, egy erdélyi magyar, magyarul, Floridából, YouTube-on podcasttel az e-cigiről. Gyönyörű. És tanácsot ad. Persze. De azon gondolkoztam, én is nyitok egy ilyen fogadóirodát, tanácsot adok, például kvantumfizikából. Mondjuk abban jó vagyok, az nem jó. Urándúsításból, abból is jó vagyok. Miből nem vagyok jó? Gombelemekből nem vagy jó, szerintem, Charlie. Abból se, meg tekerésből. Na. Úgyhogy ezekből csinálok majd egy csatornát, és akkor osztom az észt. És elég csak berakni nekünk is majd linkeket, hogy miért nem jó, meg miért jó, meg mi van. Én azt tanácsolom egyébként, most így podcasten keresztül, senki ne használjon otthon gombelemeket. Találkoztatok vele? Ma keringett a Facebookon, meg így online a gombelemek veszélyeiről egy cikk. Nem. Kurva veszélyesek. Mesélj. A gombelemek. Ezek a kis másfél voltos, másfél-három volt közötti kis gombelemek. Arról szólt a történet, hogy a veszedelem, a gombelem, nagyon vigyázni kell vele, mert a gyerekek lenyelhetik. És mivel viszonylag nagy, a gyerekek nyelőcsőve meg viszonylag kicsi, ez megakadhat. És ugye ott nedves környezetben van, úgyhogy rövidre záródik a gombelem. És már eleve fizikai károsodást tud okozni, ahogy ott kolbászolunk. Rövidre nem záródhat, Krisztián, ez már önmagában hülyeség. Azt írta a cikk, hogy a nedvesség hatására rövidre záródhat, otthon is letesztelted, hogyha fogsz egy szelet sonkát, és belecsavarsz egy ilyen gombelemet. Hogy megnézed, és már nem emlékszem a pontos időre, de hogy ilyen másfél-két óra múlva megnézed, akkor ég és nyomok lesznek a sonkán, mert hogy ez túlmelegedik, akár szét is megy, elkezdi kifolyatni a savakat a környékre, tehát alapvetően a gombelem egy elképesztő, őrült, brutálisan veszélyes történet a háztartásban. Gyerekzár sincsen rajta, most, hogy így eszembe jut. Mondani akartam. Úgyhogy szerintem baromi gyorsan be kéne tiltani mindent, ami gombelemmel üzemel, meg a gombelemeket kivált kép, mert ez valami egészen elképesztő, hogy miféle veszélyt rejt magában ez a jószág. Múltkor ezzel gondolkoztam. És nem tudhatjuk, hogy nem-e szoktat rá másokat a gombelem fogyasztásra. Egy-két ilyen tragédia.
Úgyhogy nagyon elektrolit, az fogy, tehát elektrolit az elektrolit fogyasztáshoz, érted? Borzasztó. Lehet, hogy az a gyerek is elektrolit függő, aki valami, nem is tudom milyen videót raktam ki már múltkor Facebookra, de gyorsan rákeresek, egy másodperc lesz, fiúkák. Azt mondja, hogy e-cigi tesztek, 3000 watt human fog machine box mod. Az mi? Jajajajaj. Bateri. Lipo. Egyébként hajszárítóként is használható. Lipo 65C-től 130C-ig. Ő ezt levezette, tudod, mert egy papíron, meg fotelből minden tök egyszerűen le lehet vezetni. 146 amper continuous, vagy 292, nem 3, nem 1, 292 amper pillanatnyi, és mindezt ráküldte 0,18 század ómra a hülye balfasz. De természetesen jöttek a kommentek, megvárom az 5000 watt upgrade-et, kell a Delaya Helixnek. De látszott, hogy tényleg ilyen tized másodpercre megnyomta, és akkor onnantól kezdve ilyen 3-4 másodpercig gőzölt. Úgyhogy mondtam is, 8-as magra 3 millis húzal, 150 menet, reggel megnyomom, 2 másodpercre, az egész nap termeli majd nekem a gőzt. Olyan lesz, mint a, fölhúzós autó, tudod, hogy reggel tekesz rajta egyet, egész nap elgurul. Azt írta valaki, ha nem vattát húzol bele, hanem vízcsövet, már is van egy átfolyó rendszerű vízmelegítőd. Egyébként tényleg mekkora ötlet. És ezután lehet vízmelegítőnek titulálni az összes ilyen modot. Igen, igen. Zseb vízmelegítő. Hihetem. Na, hogy egy picit visszafűzzek a Debreceni Egyetemre egyébként. Képzeljétek el, hogy voltak olyan úri emberek, már hogy nem a Debreceni Egyetemben is úri emberek vannak, de írt nekem a hát most nem akarok hülyeséget mondani, Scrabantia Vapers, vagy valahol azon a környéken. Tehát a talán az Olá Péterék féle brigád, Pavó S. és társa, hogy szeretnének hozzájárulni, és mivel ők nem tudnak elmenni a vizsgálatra, mert hát messze vannak, meg azt mondja, hogy ki volt az, várjál? Igen, a Szalai Imre volt. Nem tudnak elmenni, de szeretnének hozzájárulni egy kicsit valahogy. Úgyhogy Sopronból ők megvennének a Oszitól egy Pelzó V2-t, és azt is bedobják a kalapba, úgyhogy 2 Pelzó V2 lesz a kutatásban résztvevők között szétdobva. És azért ez már, ha a mostani állapotot nézzük, hogy hányan mentek el, 4-en talán, vagy 7-en. Igen, azt hiszem 4-en. Na, hát 50%-os nyerési esély. Durva. De remélem, hogy ez a nyerési esély ez romlani fog januárig, január végéig, tehát nyugodtan menjen el mindenki, akinek alkalma adódik. Még Oszi is mondta, hogy ő is el fog menni. Úgyhogy fuvar is lesz, aki esetleg vele menne, de... Na, én alszom még erre egyet, de ha már Oszi is megy. Érted, ha már... Sőt, akkor már Andorkát is elvihetnéd. Andorkának leszedi a fejét az Andika. Mert miért? Egyen. Hát, ha dohányzik. Ja, tényleg. De durva. Úgy kell időzíteni, hogy mikor az Andinak valami külföldi melója lesz, akkor egy hetet. Vagy egy hetes maratont fut. Igen. Elküldeni. Egy lájtos egyhetes. Elküldeni barátom. Kuzival biciklizni, tudod? Ja. Igen, ami Kuzi bringázik, Andi kocog mögötte. Szép turné lenne. Ja. Úgyhogy köszönöm szépen mindenki nevében a felajánlást. Szép gesztus. És jó kis cuccmák lesz. Te is használod, tudod, hogy faszányos. Itt sípol, hogyne? Ja, most is ezt halljátok. Mondanám, hogy menjünk a német parlamenti petícióhoz, de még mindig fordítod, és lesz link.
Ja, mert az nem most lesz, azt majd kiposztolom, azt kitesszük. Beharangozni szerettem volna, hogy mindenki készüljön lélekben rá. Németországban is bajós felhők gyülekeznek az elektromos cigarettázás jövője fölött. Úgy néz ki, hogy ott is valami eszelős dolgot akarnak a parlament elé terjeszteni. Nem tudom, hogy mit, mert egy kukot nem tudok németül, viszont a német elcigis kollégák felkérnek mindenkit. Van egy hivatalos, a német parlamentnek szóló petíciós rendszer, ahol lehet tiltakozni ezek ellen a dolgok ellen, és úgy üzemel, hogy nem kell német állampolgárnak lenni ahhoz, hogy az ember szavazhasson ezen. És brit gőzlér barátaink, és sőt igen, ez Norbert Zillatron volt, aki ugye svájci illetőségű, ha jól emlékszem, és ő tud németül meg angolul is. Ő készített egy fordítást, ami angolra fordítja az egyébként értelmezhetetlen, elnézés számomra értelmezhetetlen német regisztrációs és aláírós felületet, és ezt fogom lefordítani jól, és minden gőzlért arra kérnek, hogy segítsük a német ügyet azzal, hogy mi is szavazunk majd ezen a petíción. Ez egy regisztrációt kell csinálni a német parlamenti online rendszerbe. Igen. Azt néztem én is, hogy ott mi egyébként szavazhatunk, mint igen, magyar állampolgárok. Igen, abszolút szavazhatunk. De figyelj már, Krisztián, és akkor mi meg olyan büszkék vagyunk mindig, hogy bármilyen petíciónk van, akkor sehol ne osszuk meg, nem csak a magyarok. Hát észbe kéne már kapni. Nekünk is. Ilyen szempontból. Hát well. Én ja. Pont leszarom, hogy ki mit mond, én minden magyar petíciót osztok a nemzetközi. Én azért gondolom egyébként, vagy én számomra ez azért ilyen, hogy én nem nagyon izgulok azon, hogy most külföldiek aláírhassák-e vagy sem a magyar petíciókat, mert pontosan tudjuk, hogy a magyar kormány milyen szinten szarja le a magyar állampolgárok véleményét innentől kezdve. Vajon mennyire fogja őket érdekelni az a külföldiek véleménye? Az előző témát az egyébként, amit mondtál, eszembe jutott, hogy mondtad, hogy évekkel vagyunk lemaradva, de ugyanaz történik kicsiben, mint ami nagyban volt ugye a twitteres játék közben, hogy eljöhet akkor szerinted is ez a pont, amikor összehívja szellemi vezetőnk, érted? Szellemi vezetőnk összehívja a kupak tanácsot, és beleordítja a mikrofonba, hogy szerinte már pedig az elektromos cigaretta klasszisokkal jobb, mint bármely más eszköz, és támogatni fogja az egészségügy is az ezzel való leszokást? Elképzelhető? Igen. Két év múlva? Ahogy Viktor magához rántja a mikrofont? Nem. Ezt nem mondanám. Amennyiben a szellemi vezetőnket a közeljövőben már nem Viktornak fogják hívni, és nem az a slep lesz körülötte, ami most van, akkor erre igen komoly. Erre én igen komoly esélyt látok, tehát ennek én hangot is szoktam adni Charlie általában, hogy sokáig nem lehet ezt az ostobaságot fönntartani, és szépen egy idő után mindenki azokon fog röhögni, aki ezeket a hülyeségeket mondja. Úgyhogy ez változni fog. Ebben az érában nem hiszem, hogy nagyon változni fog, mert nem a hibái beismeréséről és a belátásáról híres társasággal van dolgunk. Úgyhogy ezért mondom, hogy amennyiben a szellemi vezetőnket, az aktuális szellemi vezetőnket már nem úgy fogják hívni, mint ahogy most hívják, akkor erre elég komoly esélyt látok, hogy bekövetkezhet. Liberalizáció lesz. Undok szó. Freedom! Na, Freedomról jut eszembe, ezt is megértük egyébként, ami a Guardianon megjelent. A British American Tobacco cikke, ugye? És ahol pont egy csaj szívja a tabiát. Kirakta be ezt a linket? Fifika, az a képcsök illusztráció. Én raktam be, igen, a képcsök illusztráció, jajaja. Képcsök illusztráció, hát ugye itt most január elején, december végén azért nagy mozgolódások vannak a e-cigaretta és az úgynevezett Big Tobacco cégek körül. Melyikre gondolsz, Charlie, a BuzzFeed-es linkre? Nem, a Guardianos. Nem, a Guardianos, batos.
Várja. A 8-as. Ja, igen. Igen, mert gyakorlatilag ez a három dolog szinte majdnem, hogy összefügg ezekkel a mozgolódásokkal. Ugye a Guardianos cikknek az a lényege, hogy a BIT eszköze megkapta az angol gyógyszerészeti hivatal engedélyét, ez az úgynevezett Evoke termék vonaluk. És ugye ez abból a szempontból érdekes, én elég sok kommentet olvastam olyanoktól, akik angolok, és nem dohányoznak, és nem értik ezt az egészet, hogy január 1-től ugye receptre fölírhatják az e-cigarettát, hogy egy káros szenvedélytől való megszabadulást, azt miért kell egy ilyen közpénzből kvázi finanszírozni, tehát itt ez a legnagyobb ellenállás a részükről. Az, hogy a BIT végig tudta vinni BAT. BAT. Ja, akkor hívd BAT-nak. BAT. Igen. Tehát, hogy a BAT végig tudta vinni a gyógyszerészeti engedélyeztetésen a saját e-cigarettáját, és ezt szó szerint kell venni. Tehát ez egy klasszikus e-cigaretta, amiről beszélünk. Tehát nincs benne semmi humbuk, hogy ezt végig tudta vinni. Ez ugye azért érdekes, mert innentől kezdve gyakorlatilag bármelyik cég, aki e-cigarettát forgalmaz Angliában, valószínű ezen az engedélyeztetési eljáráson végig tud menni, hogyha nincs valami ordinári szar kivitelezés a cuccának. Hát már amennyiben leszoktató termékként szeretné. Már amennyiben leszoktató termék, így van. Mert hogy azért bocsánat, hogy közben szólok, de ha veszel egy átlagos e-cigi boltot, ahol van mondjuk 35 féle készülék, azt keresztül nyomni ezen egy kis boltnak megfizetetetlen, míg egy darab terméket egy BAT méretű monstrumnak. Hát nyilván itt arról van szó, hogy tehát nem a boltoknak kell ezt csinálni, hanem a gyártóknak. Tehát jöhet akár egy kínai gyártó, mondjuk egy Gangertek, akinek ehhez megvan a megfelelő tőkéje, emberei háttere, az simán ugyanígy végig tud menni. Ugyanis az angol eljárás jog, ennek utána néztem, az kvázi precedens jog. Tehát ha egyszer egyfajta eszköz bizonyos feltételeknek megfelel, akkor te oda mehetsz egy másik ugyanolyan eszközzel, és az nagy valószínűsége az is meg fog felelni. Tehát magának a hírnek ez a nem is tudom hírértéke, hogy innentől kezdve gyakorlatilag akinek van kitartása és megfelelő háttere, az simán át tudja vinni az angoloknál. És miután Anglia ugye EU-s tagállam, ezért a más tagállamokban történő ilyen engedélyeztetési eljárás egyszerűsödik. Ezt nem tudom, hogy levettétek-e ebből az egészből. Nem. Ugyanis ha egy tagállamban engedélyezték, és egy másik tagállamban akarod engedélyeztetni, akkor már csak egy egyszerűsített engedélyeztetési eljáráson kell átesned, ami jóval rövidebb, és mondjuk költségeit tekintve is olcsóbb, mert csak be kell nyújtanod annak az eljárásnak a honosított fordítását, azt átnézik, és akkor nem foglalkoznak gyakorlatilag azzal, hogy egyesével megvizsgálják minden alkotó elemét, és ezért nem elfogadják azt, amit mondjuk az angolok elfogadtak, megvizsgáltak. Tehát az már jóval egyszerűbb lesz. Na, tehát ez van ez a és másik. Ja, mondj, fejezd be. De mondjad. Van ennek egy másik olvasata is, ami nekem nagyon tetszik. Hát ugye évek óta mi általában azt az álláspontot képviseljük, hogy az elektromos cigaretta nem leszoktató terápiás eszköz, és nem is annak akként van forgalmazva. Ettől függetlenül van, ha valaki úgy szeretné fölvenni a palettájára, és akként szeretné forgalmazni, akkor ugye át kell esnie ezen az engedélyeztetési eljáráson. A durva ebbe szerintem igazából az, most nem az, hogy most terápiás, nem terápiás,
rész marketing kérdés alapvetően. Az igazán durva ebbe az, hogy amíg Magyarországon az egészségügyi háttérintézmények kígyót békát kiabálnak, és ez egy rákkeltő, őrülten veszélyes, elzárandó, betiltandó, mert ugye a kormányrendelet értelmében betiltanak mindent, ami él és mozog a piacon, egy vele 100%-ig pontosan megegyező működési elvű elektromos cigaretta átmegy Angliában a gyógyszer engedélyeztetési eljáráson, akkor ez egy annyira durva kontraszt, hogy nekem ezt tetszik ebben rettenetesen. Új menekült egyébként hullámmal kell számolni akkor Angliában. Én leszek az első. Egyébként én úgy tudom, hogy nem a bat eszköz az első, amelyik átment az angoloknál. Tehát, hogy már előtte volt másnak valami evókos, vagy az a baté? Már keverem. Az evók az a baté, igen. Tehát mondom, itt nyilvánvalóan az lesz az érdekes, hogy Angliában bekerülhetsz két körbe, hogy egyszer bekerülhetsz az e-cigarettaboltokba, nyilván a BAT az a dohány ellátó vonalán keresztül nagyon jó tudja terjeszteni, plusz be tud kerülni a patikánkba, plusz még állami támogatást is tud a saját eszközére kapni, kvázi, ugye, mert akiknek receptre írják föl, bár erre marha kíváncsi leszek, hogy jövő ilyenkorra milyen statisztikai adatok lesznek arról, hogy hány embernek írták föl, és mennyit költött erre az angol egészségügy. Hát meg innentől kezdve ugye bekerülhet amit a Louis Rosszék csináltak ott a leszoktató központba, és azóta terjesztik a brit leszoktató központokba, hogy nem volt statisztikájuk normális, mert hogy nem tudtak konkrét terméket ajánlani, meg minden, csak azt tudták mondani a leszokni vágyóknak, hogy menjen el egy e-cigaretta szaküzletbe és csinálja, de innentől kezdve, hogy zöld utat kap ebből az irányból is az elektromos cigaretta, nagyon durva statisztikák lesznek egy év múlva tényleg arról, hogy hányan, milyen sikerrel, visszaesés szempontjából, stb. Úgyhogy ezek megint újabb szögek az egészségügyi faszfejek őrültségeinek a koporsójába, csak hát közben megint évek telnek el. Egyébként azt tudjátok, hogy mi a helyzet nem a debreceni, hanem a Semmelweis kutatásával, mert azzal nagy a csönd. Januárra most volt valami új forduló kezdet náluk. Tehát valami... Ti jelentkeztetek? Tudom, mert én igen, és senki nem öffent. Én nem. Megkérdezem, aki írt nekem még ősszel ez ügyben, hogy mi a helyzet vele, de ha jól emlékszem, ott arról volt szó, hogy december végével fejezik be a felméréseknek a feldolgozását, és hogy most januárban kezdődnek a laborkísérletek, a klinikai kísérletek. Hát csak már valami kezdődjön. Ott dolgoznak szerintem. Még folyamatban van, nem verik a dobot. Ja. Krisztián van a BuzzFeed-es linkünk. Aha. Amelyik a többen hogy kell ezt jól fordítani, hogy az új évben A dohányzásról leszokás helyett elektromos cigarettázásra való áttérésen gondolkoznak többen. Igen. És ugye a cikk ott megemlít érdekes százalékokat. Azt írja, hogy a brit dohányosok gyorsan növekvő számba állnak át az elektromos cigarettára, és ugye ez 2015-ben ugrásszerű 24% volt. Hát rakétaként azért... lőtt ki, egész konkrétan. Mi? Hát úgy fordítja, vagy úgy írják, hogy ugye rakétaként lőtt ki az eladás.
Ez nekem azért fura, mert hogy más eladás értékelések ugye azt mondták, hogy az elmúlt években évente megnégyszereződött a forgalom. Tehát ahhoz képest egy ilyen szolid 24% nekem nem tűnik olyan soknak. Lehet, hogy ez a 24% a viccei. Ez a megnégyszereződik a forgalom szerintem pont majdnem az, amit ott a Blue-nál írnak, ez a 347%. 347%. Ugye az előző időszakhoz képest, de hát erre mondom én mindig, hogy a kicsiből könnyű nagyobbat emelkedni, mint mikor már megvan egy viszonylag kialakult és masszív milliós bázis. Végül is az a lényeg, hogy folyamatos növekedés mutat továbbra. Persze, is. És aztán egyszer csak eltapossuk őket, mint a légypiszkot. Eltöröljük őket. Aztán csak szaladnak. Nincs a király a ruha. Jó, és ugye még egy darabot. Még egy érdekes cikkünk van, ez a brüsszeli. Ezt Krisztián, te tolmácsold már, mert nekem itt azért nem annyira egyértelmű. Értem a lényegét, csak áttolmácsolom, ezt én olvastam is, egy brit parlamenti képviselő lamentál magáról a dohány, EU-s dohánytermék direktíváról, és végre így néhány évvel később, hát én nem tudom, hogy ezek az emberek hol élnek, arról elmélkedik, hogy maga a TPD-nek a szellemisége, meg az az irány, amit az mond, veszélybe sodorja az egész brit ezzel foglalkozó vállalkozói réteget és a vállalkozói kedvet. Mert hogy annyira ellentmondásos és annyira hülyeség, tehát teljesen a valósággal szemben megy a szabályozás maga, és hogy ez brutális módon fogja korlátozni a lehetőségeket a brit kiskereskedők számára is. Gyorsan olvasok még. Hát itt általánosságokat hát mondta, hogy nagy a piac. Gyakorlatilag pont a, tehát ugye nálunk a KKV most ezzel az egy mozdulattal kisöpörték a picsába a piacról. Itt meg ugye arról értekezik, hogy maga a TPD is olyan, tehát a magyarok, ha úgy tetszik, hatalmi szóval elébe mentek annak a piaci folyamatnak, amit egyébként a TPD okoz szerintem majd mindenhol Európában. És ugye erről már nagyon sokat beszélgettünk, vagy lamentáltunk, hogy itt a multinacionális cégeknek készíti elő gyakorlatilag a terepet. Hát itt még olyan nem jó hírek. Nem. Olyan gondolatokat fogalmaz még meg, hogy maga, de tényleg, tehát nem értem, hogy ezeket miért nem két évvel ezelőtt fogalmazták meg, mert akkor is pontosan lehetett látni, hogy miről van szó, hogy a dohánydirektíva katasztrofális lesz az elektromos cigaretta a piac számára, olyan részletes vásárlói statisztikát és éves jelentéseket kell benyújtani, amit kizárólag csak a nagyobb cégek fognak tudni elvégezni, és a piac kisebb szereplői, a kisvállalkozások egész egyszerűen el lesznek folytva, és ki lesznek szorítva ebből az egészből, és hát ugye úgy fejezi be az egészet, hogy nagy cég párti az EU, mint mindig, úgyhogy ezzel a dohánytermék direktívával is a kis vállalkozások arcába sikerült brutálisan beletaposnia. Hát igen. Jó van, fiúkák. Dobjuk át magunkat a csendesebb vizekre? Igen. Dobjuk. Sajnos nem tudok már mújó veled beszélgetni sorozatokról, mert annyira lemaradtál, hogy mire behoztad, addigra elfelejtettem, hogy mik voltak azok, amik szíven ütöttek. Viszont... Megúsztam. Viszont, hát ez közted, mintha rendesen kényszerítenem kéne téged arra, hogy sorozatot nézni és beszámolj róla. Hát ugye? Jó, oké. Akkor mától nincs sorozat. Oké, ezt is kilőttük. Akkor ennyi volt a podcast. Sziasztok! Mik lesznek idén? Mik jönnek? Hát idén bedurvulnak, és épp ezt akartam mondani, hogyha valaki úgy gondolta, hogy majd most január-februárig darálom az elmaradást, az föl kell, hogy kösse a gatyáját, mert na mindegy. Először mondom a nekem jobbik jó hírt,
hogy épp tegnap olvastam, hogy Magyarországra jön a Netflix. Ezt faszaság. Ez 6-án 6:30 volt valami, csak még nem jelent meg a frissítés, hogy mi, egy sajtótájékoztató, ugye a CSN, és Hastings adta elő, nem frissítették még a cikket, hogy mi a túró van, de egyébként már régóta készülnek a piacra, tehát a Netflix is már, a Netflix.hu is már 2009 óta le van foglalva. Úgyhogy lesz itt kemény csapatás, nem kell majd itt VPN-ezgetni. A másik pedig ugye, amit elkezdtem, hogy jönnek azért durva sorozatok, és amiket én kiszemezgettem a Six-nek a posztjából, az nem tudom még hova rakni Jennifer Lopez sorozatban, de majd meglátjuk. Shades of Blue, Korrupt rendőrbrigád, lebukik, beépül, és a többi, és a többi. Még lehet, hogy jó is lesz, bár nekem a Ray Liotta név az nem feltétlen garancia a sikerre. Aztán nekem még ott van ugye, amit várok, a Colony, és szerintem zsír lesz ez az idegen invázió. Igen, ez betölti az űrt, amit ha nem jut eszembe, mi hagyott maga után. Az Under the Dome? Nem az Under the Dome, hanem a másik inváziós, vészhelyzetes dokis inváziós. Jó, tudom, csak a neve. Falling Skies. Igen. Aztán, amit én még nagyon várok, az a Billions, és itt jegyezném meg, hogy a Showtime az igen belehúzott már tavaly is, meg idén is elég erős sorozatokattól. A Billionsben szerepel például Damien Lewis, aki, ha neve nem mond semmit, meg az, hogy vörös a haja, akkor ő volt a Homelandben a Brody. És ez lesz az egyik, amit én bazira várok. A másik pedig, az X-eknek semmiképpen nem várom. Én nem tudom miért, engem annyira, én nem tudtam nézni a izét sem, hogy hívják ezt a csávót, mondjad már. Hogy hívják, nem tudom. Tudjuk, kire gondolsz. Igen. Na, nem bírom ezt a szerepet, ezt a filmet, viszont az Outsiders az, ami nekem egy nagyvárós. Érdekes lesz. Kicsit nekem Mad Max-es vonalnak tűnik ez a erdőben, és mi vagyunk a törvényen kívülek, viszont nagy kedvenc szereplőm visszatér benne, Ryan Hurst, aki a név lehet, hogy nem mond semmit, de ha annyit mondok, hogy Sons of Anarchy Opi, akkor az sokaknak igen mosolycsal az arcára, és reméljük, hogy itt nem egy vascsővel a fejében fogja végezni majd a sorozat utolsó előtti évadában. Úgyhogy van itt minden, kvadon, hegyi rablók, meg kis... Én azt hittem először, hogy a tréleréből, hogy ez valamilyen ilyen posztapokaliptikus fasság, és aztán a kvaddal így becsapattak a bevásárlóközpontba, meg láttam normális embereket autókkal, meg rendőrökkel, epelecshegység, nem szar környék, úgyhogy nekem az is egy város lesz még, illetve, hogyha még engeditek egy mondat erejéig, ott lesz az American Crime Story, és mostanában nekem az ilyen sorozatok jönnek be főkép, tehát ezek a visszatekintő történelmi, vagy antológia, ki hogy akarja úgy nevezi, mint ami a Narcos mondjuk. Az is egy baromi jó dolog volt nekem ezekkel a visszatekintő történelmi eredeti videókkal. Ez pedig az első évadban az O.J. Simpson ügyről szól. Cuba Gooding, John Travolta, David Schwimmer, annyi híres név van a stáblistán, hogy csak na. Szerintem ez is város sorozat lesz, és ahogy a trailerében néztem, hát a Travolta félelmetesen jó, az a fej, az a kinézet, az a
ó, nagyon, nagyon szikár, nagyon öreg, de benne van a büntetés a szemébe mindenféleképpen. Úgyhogy ez az a 3-4 sorozat, amit én nagyon várok, és akkor még beindul mellé ugye a már várt sorozataink közül is sok január végén, februárban, úgyhogy tényleg nem lesz itt idő ilyen évad felzárkózásokra, ha csak nincsen valakinek annyi ideje, hogy leüljön, azt egy nap ledaráljon 6-8 részt. Elegánsan látom. Szerintem még az izé is érdekes lehet, Charlie, a 11-22-63. Igen, azt is akartam mondani, egy csak Stephen mondom. Stephen King regény. Mert annyira nem akartam bőlére ereszteni, de ez a, igen, csak annyi, hogy vissza kéne menni a múltba és megakadályozni a JFK elleni merényletet. Miért ne? És akkor ilyen sztorikkal folytatódik, de be kell látni, hogy a múlt nem szereti, ha baszakodnak vele. Szóval igen, és min ugrottam át, Mújó? A Sci-Fi Expanse-án, ami már megy is, ugye most volt az 5. epizód, azt hiszem tegnap jött ki, és az egy nagyon jó kis jövőben játszódó sci-fi, de már egyszer egy pár mondatot mondtam róla. Én akkor sem tudtam magamévá tenni, de most fölírom akkor ezt is a listámra. Érdekes, ilyen lassabb sodrású, nyomozgatós történet, és inkább ilyen dráma, mint lézerpisztolypufogtatós science fiction, de hogy érdekes, nekem tetszik. És egy nagyon fontos, hogy hívjákja volt, karácsonyi különkiadása volt a BBC Sherlocknak, ami ugye utoljára 2014-ben jelentkezett, és a 4. évadot 2017-re ígérik, úgyhogy itt egy ilyen elég nagy szünetet hagynak 2 évad között, de most karácsonyra csináltak egy másfél órás dupla epizódot. A Cumberbatch, meg a nem jut eszembe a neve. Pedig ő játszott a Bilbót. Freeman, igen. Nem a Morgan Freeman, hanem a másik Freeman. BBC Sherlock. Nézzétek meg, nagyon jó sikerült ez a spéci epizód is. Jó. Na de ezt a Netflixet ez biztos, hogy be fogom izzítani, hogyha úgy adódik, hogy beélesítik itthon. Ahogy hát ez időszerű lenne, igen. Ahogy nézegettem, 7-8 dollár körül van a két csatorna plusz HD, tehát az teljesen vállalható összeg egy hónapra. Szerintem így. Még azt nem tudom, ezt beszélgettük éppen, míg nem voltál még Skype közelben Fifikával, hogy lesz-e felirat, hogy lesz, mint lesz, arra még kíváncsi vagyok. Netflixen van, hogy hívják, nem? Eredeti felirat. Persze, csak hogy ki fogja nekik, vagy majd fölkérik ilyeneket, hogy Szigony meg Alias. Ugye tök menő lenne. Lehet egyébként, tehát bejáratott szubszene. Milyen fakás fordulat lenne? Breaking Test, olvastad? Mit? Az indexes cikket a Netflixről, vagy ezt olvastad? Ezt Breaking, azt hát mondja, a Netflix magyarországi bevezetése mától itthon is elérhető. Havi 8 euróért. Az első hónap ingyenes. Oké. Már kattintottam is. Spuri. Szevasztok. Ennyi volt mára, köszönjük. És ez is ilyen TV-gószerű Watch Anywhere, tehát TV, laptop, telefon, minden anyám kínján. Na nézzünk, egy Pick Your Price. Azt mondja, hogy igen, a basic az 8, a standard az 10. Hát de tulajdonképpen... Aha. A basicben nincsen HD. Ó, hát ez engem mondjuk annyira nem... És akkor most jött el az idő, hogy UHD TV-t vegyünk, mert van UHD streamjük is 12 euróért. Csak sárszínűség. 8 euró a basic. Ja. De hát az a standard, az tök jó szerintem.
Hú, ennek de fog örülni az asszony. Ráfogom, tehát, ha műt, te akartál filmet nézni, itt van. Cancel online at any time, vagy anywhere. És tudjuk, hogy van felirat, vagy nincs felirat. Hát ott van egy hónap ingyen, tehát... De ahhoz meg kell szerintem venned. Nem. Ez ugyanolyan lesz, mint akármelyik más ilyen streaming mondjuk az Apple-nél az első 3 hónap, hogy meg kell adnod a kártyaszámod, meg levalidálják ők 1 euróval, vagy 1 dollárral, de nem terhelik be. Hoppá. De nem terhelik be. Hova gurult a szopókát, Charlie? Rá a milliós laptopra. És amikor letelne, és nem cancelálod az előfizetésedet, ugye ez ilyen megújuló típusú előfizetés, akkor a 3. hónap végén beterhelik az első éles sztorit. Na de ez, és akkor mi abban a pillanatban fogjuk nézni itthon is a Blacklistet? Csókolom. Olybá tűnik, igen. Na jó van, akkor csináljuk azt, hogy vége az adásnak, 1:30 Lackó Attila meg elmehet a fenébe. Ezt intéznem kell, fiúk. Hát intézzed közben. Az nem jó, akkor nem tudok figyelni, ezért ezt véletlen előfizetek az UHD csatornára. Stop. Jó, és van PayPal-os előfizetés. Ne, PayPal, ez olyan, mint a bot, PayPal. Pál. PayPal. Pál, a tudod, pálik a szám. PayPal. PayPal. Na, én ezt el is indítottam. 10 euró. De azért tök jó lenne egyébként. Várjál, megpróbálom netflix.hu-t már akkor. Netflix.hu. Átdobakomra. Gyökerek. Azzal indítottál szerintem a... TV for... Agri. Shubidubidu. Le lehet mondani a tévét a picsába. Meg az HBO Max pakkot is. Two screen. Melyiket fizetted elő, Charlie? Hát mit? Az izét, a HD-set. Jó. Hát csak a HD miatt, hát 720p alatt ne nézzünk már sorozatot. Titiriritti. Hú, a Netflix miatt kénytelen leszek venni egy PlayStation-t. ez mekkora? Jaj! Hú, ezzel fogom én is. Figyelj, drágám, az a PS4. De tényleg csak ezért, tudod? Nem is. Jó, jár hozzá a bundle-ben a játék, de nem, az nem. Várjál, fekete leves. Hát ez zsír. Na jó, hát az ingyenes hónapban szarrá fogom pörgetni a dolgokat, hogy mi van, hogy van. Azt mondja, úgy tudjuk, a tartalom fele jobbára a régebbi filmek és sorozatok szinkronosan, az újabb, kurrensebb tartalom viszont eredeti nyelven felirattal került majd a magyar nézők elé. A Netflix nem váltja meg a világot, és ha valaki Trónokharcát, vagy Walking Dead-et, esetleg Fargót, vagy Into the Badlands-et akar nézni, továbbra sem mondja le az előfizetését, mert nem kap meg mindent, amit eddig megszokott. Ha viszont azt mondja, nem elég az alapcsomag a közmédiával és az alapvető kereskedelmi tévékkel, és majd később bepótolja sárkányokat és zombikat, akkor a Netflix-en nagyon jól járhat. Igen, köszönöm, behúztuk. Elért hozzánk is az, aminek el kellett volna 5 éve érnie. Nem baj, ez is jó, örüljünk neki, ne legyünk ennyire elégedetlenek. Jó van, fiúk, kéne egy videó, egy kultúra és egy adás cím. Hú, jaj, kemény diók. Hát én kultúrába beraknám egyébként a... Hú, mit néztem az előbb, mit mondtam, ne idegeljetek már ki. Mondjuk beraknám a trailerét, vagy a Billionsnek, vagy az Outsidersnek. Vagy az American Crime Story-nak. De ezt a kultúrába csak szigorúan.
Én nem nyilatkozom, de ha már kultúráról beszélünk, akkor megjegyzem, hogy eredetileg ugye az Indiegogon futott Cseppelle Olivernek a Nyugat plusz zombik képregénye, és decemberre lett beígérve, hogy készen lesz. Ez nem lett kész decemberre, viszont most a támogatók megkapták a napokban az első fejezetnek a PDF anyagát, és volt szerencsém megnézni, és kurva jó. Nagyon jó. Na én ugyanígy voltam az Oculus-szal, hogy ott is most jutottak el odáig, hogy aki linebackelt a Kickstarteren, az most ingyen kap új Oculus-t. Az se rossz azért. Na, és akkor a videóba mit dobunk? 3000 wattos boxmod? Aha, menjen az, ja. Az adás címe pedig előjáróban annyit, hogy ez a 90. rész skacok. Jézus, akkor már aggok vagyunk. Nem is. Miért, az hogy jön? Az hogy jön? Ne aggodalmaskodjál már. Akkor ilyen elbaszott szójátéka, hogy aggódunk. Érted, mint hogy öregszünk, aggódunk. Hú, de szar. És az meddig tart? Az már, ameddig élsz? Az 90-től a végtelenig. Ó, jó, hát egyszer van ilyen, akkor most értük el, milestone, aggódunk, jó. Akkor ez lesz az adás cím, megvan minden videó. Egyenes úton haladunk az 1000. adás felé. Határa csillagoség, és azon is túl. Jó, fiúk, én már annyira nem itt lennék, hanem telefont beüzemelni az asszonynak, mert azt nem mondtam el, hogy mit kapott karácsonyra, de... Netflix, és ott a Netflix de, is. Igen, ezt akartam, Androidot kapott karácsonyra. Igen, kapott egy, nem tőlem, a Jézuskától. Egy Samsung hajszárítót. Igen, egy S6 Edge-et. Kapott a szentem meg hozzá ilyen vezeték nélküli töltőt, meg anyám kinyert, amire először azt hitte, hogy valami cupcake-a, vagy valami süti, hát mondom, a süti az nem ilyen kemény, hogy kopog, úgyhogy nem jött rá először, aztán jó, cseréljük el, akkor legyen enyém az iPhone, nem, tiéd lesz az Android. Hát azért mindennek van határa, ne durvuljunk. Ja, úgyhogy ezért volt itt a rohadt. Nincs magyar felirat a Netflixen. Mi? Semmihez? Bolond vagy te? Hát nem tudom, hogy semmi. Én megnéztem most egy, mondjuk a Halót nézném. És már hogy a Halót? Halót. Nézzél valami régebbi sorozatot, az biztos, hogy szinkronos lesz akkor ezek szerint. De, na mindegy. Tegyük már le, mert tényleg én is nézném, intézném. Remélem nem lesz csak minden szinkronos, az kurva rossz lenne. Hát persze, de az nekem tök... Na, várjál, nem. Az tök jó lenne, hogyha... több audiósávval, és mondjuk több feliratsávval. Úgy igen, persze. Az még tanulni is tök fasza. Több feliratsávval, meg több nyelvi változat. De most egy. Na jó, van, most már hagyjatok már telefonra, és le kell töltenem. Ezért a tévére a kliens le kell töltenem hozzá. Na, szevasztok! Köszönj el illedelmesen, na. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen, hogy de most már menjetek. Hallgattatok 1 óra 37 perc nyers adásidőt tőlünk, és akkor jövő héten találkozunk. Akkor beszámolunk a Netflixről, de egyébként mi egy ecikis podcast vagyunk, csak most nagyon belelkesedtünk. Amúgy. És Debrecenre fel, aki még nem ment. Január végén sorsolunk. Felzó V2. 2. 3 yeah. Ember. Helyett 2, mert mi vagyunk 3-an. Na, szevasztok! Hajrá, Gőzlérek! Hajrá, Magyarország! Egy élmény volt ismét. Sziasztok! És boldog új évet mindenkinek, és sziasztok! Hú, bassza meg! Tényleg! Oké, akkor boldog új évet! Örülök, hogy itt voltatok! Sziasztok! Boldog menjünk már Netflixezni! Sziasztok! Cső!